Hello zusammen, és sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit itt a Mator Kuak csatornáján. Csak vicceltem, meg vagyok fázva, mint az állat, viszont az öreg asszony nem tud vezetni. Ügyes vagy, nagyon. Ja, nem is volt öreg, csak fiatal, csak úgy nézett ki. Viszont a BMW el van rakva télire, igen, műszaki sincsen rajta. Ezt többen jeleztétek nekem. Igen, nincsen rajta műszaki, mert nem vettem észre. Viszont télire kell valami járkálós autó. És mivel a Golf is pihenős, az asszonynak is kell autó, így most nekem is kell egy, úgyhogy elmentünk és kinéztem valamit, amit most meg fog nézni. Online már lealkudtam, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy élőben milyen. Aztán maradjatok velünk, hogy ti is meglássátok, hogy milyen lett a téli rohangálós autó. Egyébként hatalmas összegbe kerül az autó, amit megyünk megnézni és remélhetőleg megvenni is. Úgyhogy először most elmegyünk a bankba és felvesszük a rávalót. Méghozzá 450 eurót. 450 euróért találtam valamit, úgyhogy lehet addig találgatni, míg oda nem érünk a videóban, hogy pontosan milyen autó is lehet ez. És ami a legjobb, hogy igazából 500 euróba került volna. Bekínáltam 400-at, aztán mondták, hogy nem. 450 az alja, ha kell, nem. Úgyhogy megyünk pénzt felvenni. Ez az adás igen egy kicsit ilyen szaggatott, vagy hogy mondjam, mert nagyon szarú vagyok, megmondom őszintén, de kell valami rohangálós autó, mert különben nem tudok bejárni dolgozni. Meghoztam a kocsira való menázsit. Olyan szerencsés helyzetben vagyok egyébként, hogy igen, páron vezet. Egy légtérben vagyunk, de le van húzva az ablak. És csak 102 kilométerre megyünk, úgyhogy elvileg pikpakot leszünk, ha nem lesz dugó, meg semmi. Úgyhogy még 10 perccel a megbeszélt idő előtt oda fogunk érni. Tessék, 50 kilométert jöttünk, még nincs is 50 kilométer, 40, az már dugó van. De nem látni semmit, hogy mi történt. Mindig ez van, állandóan dugó. Végre már kíváncsoljuk, hogy mi történt. Tök jó, hogy ott áll a rendőr 15 autóval előttünk, érted? Azt nem indul meg ellenőrizni, hogy na most mi történt, vagy miért állunk, vagy nem, mert baleset van, vagy akármi. Kíváncsi vagyok, vagy csak megint úgy álltunk a semmiért, tudod, most szoktunk. Úgy látszik, hogy semmi nem volt. Nagyon úgy látszik, hogy nem volt semmi megint. Aha. Nem értem, hogy akkor minek kellett. Húzd már fel az ablakod, drágám, légy szíves. Nem értem, minek kellett akkor megint ennyit állni, és fölöslegesen a semmire. Hoppá, hoppá, kis zebra csíkos Defender, kívánok. Más kódal is kapja az ívet, becsületesen mellvál, vagy 6 km óta áll a dugó. Lehet, ott tényleg baleset volt a másik oldalban, mondjuk nem láttam semmi. Itt a vége a dugónak, aha. Ja, akkor egy 6-7 kilométeres dugó van. Az igen jó. Visszafele nem itt jövünk, az biztos. Ja, itt viszik a sok jó BMW-t. Az igen. Következő dugó, köszönjük szépen. Hihetetlen jó, nagyon-nagyon jó. Odaértünk volna pont világossal, de mindegy. Sose érünk már oda, pedig már csak 10 km van összesen. Nagyon jó, megbírtunk indulni végre. Itt a kihajtó. Szerintetek mibe hajtottunk bele? Hát egy dugóba egyértelműen. Hát azért ez tényleg komoly. Szép lassan meg is érkezünk, de már persze megint sötét van, nagyon jó. Semmit nem lehet majd látni normálisan. Az autó megvételre került, és lehet, hogy valakinek így már mond valamit a belső alapján, hogy milyen autót sikerült venni 450 euróért. Viszont, hát azért van miről beszélgetnünk. Majd mindjárt keresünk egy kis nyugisabb helyet, és akkor körbe mutogatom nektek az autót, hogy mi a helyzet vele. Mert ugye 450 euróért azért nem kell csodát várni, ugye, és azért egy picikét mókolni kell vele, na, mondjuk így.
Nem tudom, mennyire hallatszódik így a mikrofonon keresztül, mert a hangomat is eléggé bénán veszi fel. Viszont borzasztóan hangos az autó. Ez az egyik ok, amiért kicsit olcsóbb volt, ugye? Állítólag a katalizátor lukas. Hát itt szerintem lehet, hogy inkább a leömlőnél lesznek gondok, de majd ugye az alá kell kukkantani. Plusz, ami még hold biztos, hogy a termosztátot cserélni kell, mert már jövök kb. 8 km óta, és a hűtővíz egyszerűen nem akar 90 fok lenni. Tegnap, amikor jöttünk 102 kilométerről, akkor egyszer elért a 90-et, aztán visszaesett. Úgyhogy biztos, hogy kell bele egy termosztát. Ez eddig tuti, megvilágít a check engine. Na meg persze a fékezek, nem tudom, látszik-e, citál a kormány, az egész autó jár, úgyhogy fékeket is kell rávenni. Azért megálltam itt a kulton. Nem tudok beszélni egyszerűen, ez a betegség, ez kicsinál. Amúgy se, de így meg az végképp. Megálltam a kúton ellenőrizni egy guminyomást, és hozok valami lónyálat, hogy ne száradjon ki a pofám, miközben beszélek. Megvan a kávé, megvan a nyugis hely, szokásosba. Úgyhogy most kávézok egyet, ti meg addig nézzétek már meg az autót. Ja, egyébként egy Volkswagen Luporról van szó. Mondó vagyok, kezdjük kívülről a sort. Na, ez kérlek... Na, nem bírnak magukkal. Kérlek szépen titeket, ez egy 1390 köbcentis motorral szerelt 2001-es Volkswagen Lupo. Na, kívülről a legelső, ami szembe tűnhet, az, hogy hát szegényként már látott szebb napokat is. A legelső, amit valószínűleg a vágóképeken is láttatok, hogy a teteje az gyönyörű szépen ilyen antikolt, és az átlátszó lakkot, itt már azért annyira nem kell erőtetni, hogy fel legyen polírozva, és nem csak itt a bal oldalán, hanem gyönyörű szépen, ha megfigyelitek, akkor itt is már kezd felhólyagosodni, meg itt van egy ilyen nagyobb kis sarka, ugye az utazó oldalon, vagy az anyósülési oldalon, úgyhogy a tetőt azt már nem nagyon kell polírozni, mondjuk láttam amerikai videót, ahol emiatt még ugyanúgy főpolírozták zokszó nélkül. Na, jobb oldalai sárvédő, van itt egy ilyen kis picike, hát mondjuk úgy inkább, hogy nem megfelelő javítás, és természetesen a hirdetésben úgy volt fent az autó, hogy balesetmentes, de mire odaértünk, kiderült, hogy pontosan tegnap történt ez a baleset, ahol itt az eleje meg lett nyomva, itt látszik is, itt is egy kis törés látszik, nem tudom most, hogy belecsúsztak-e valakibe, vagy valamibe az autóval, és emiatt látszik, ahogy bentebb van maga a lökhárító, mint a kis hűtőrács tartó. A hűtőrács tartó is kapott, plusz két oldalt a lökhárítók így kinyíltak, mint a tubarózsa oldalra. Azt próbáltam visszanyomkodni, de nem bírtam. Itt látszik is, hogy a patentok el vannak törve, amik ezt a kis műanyagot fogják. Plusz ugye a nyomásnak köszönhetően, szerintem legalábbis, a baloldali sárvédő is hátrébb került, és emiatt, amikor nyitod az ajtót, akkor egy ilyen gyönyörű szép hangot ad ki. Mutatom. Ilyen hangot ad. Úgyhogy valószínűleg, hogy a sárvédő is kapott ebből, és így hátrébb került. És látszik, hogy itt gyönyörű szépen, ahogy nyikorog itt a festék is, távozik az autóról. Másod részt, elől tárcsafékes, hátul dobfékes
fékkel szerelt masináról van szó. Egyébként, ha így egészében nézzük az autót, most mondhatjuk, hogy annyira nem vészes. Mert igazából, most figyeljetek, egy 2001-es autóról van szó, lassan 23 éves lesz, ahhoz képest teljesen egyben van, meg hát 450 euróért, hát mit kapsz 450 euróért, egy biciklit nem kapsz 450 euróért, itt kint, egy normálisat. A gumik azok teljesen használhatóak rajta, hál' Istennek azzal nem kell foglalkozni. Hát a fény viszont engedik, látszik, hogy nagyon jó állapotban vannak. Meg hát ugye azért ezzel az autóval nem kell 200-al száguldozni, kis konzervdobozzal. Viszont azért látszik, hogy az idő vasfoga, meg a nem megfelelő tartása, ugye, a tulajdonosok nem odafigyelése. Azért igen, meglátszik az autó külsején. Itt gondolok arra, hogy borzasztóan szennyezett, és mindenhol a dzsuva, a retek, az illesztésekben mindenhova le van rakódva. Tipikusan ugyanúgy a kis csomagtérajtó nyitó az körbe így, hát mint nem is tudom, salétromos volna, nem tudom, teljesen ledobta a szint magáról. Ez ilyen kisebb dolog, lényeg, hogy funkcionálisan működik. Majd mutatom a csomagtartót is, először menjünk körbe rajta. Mindenhol megült a szennyeződés. A moha valószínűleg állt is az autó valahol egy ideig, nem nagyon foglalkoztak vele. És ami egy olyan számomra érthetetlen dolog, hogy lehet, hogy észrevettétek az előbb, hogy a két hátsó pici ablak az le van sötétítve, de ez itt nincsen, a hátsó szélvédő. Hogy ennek mi az oka, fő nem tudom fogni. Viszont nagyon igényesen van megcsinálva. Ott már próbálták is vagy leszedni, vagy nem tudom, mi történhetett ott vele. Igen, ez az oldalt van megkarcolva, és igen, ezt az oldalt próbálták itt már eltávolítani, vagy leszedni, vagy nem tudom. Úgyhogy mi ezt majd úgy is le fogjuk szedni, mert nincs szükség ilyen figyelemfelkeltő dolgokra. Az utas oldal egyébként még mondhatni, hogy egy fokkal még jobb állapotban van, mint ugye a vezető oldal, és persze itt is ugyanúgy a kis sárvédőnk, sárvédő? Lökhárító engedett a külső nyomásnak, és itt eltávolodott. Itt próbálgattam már így visszanyomogatni, de nem akar úgy maradni. Úgyhogy majd le kell pattintani, ezt meg kell nézni, hogy mi történt. Lehet, hogy a lökvas is kapott, aztán amiatt nem igazán szeretné visszamenni a helyére. Ezek ilyen kis pici kis apró dolgok, amik azért annyira nem problémásak. Úgyhogy ha egészében nézzük az autót, egy ilyen kis téli rohangálós, kis pici alacsony fogyasztású, de azért mégis egy, hogy mondjam, robosztusabb motorral szerelt, mert ugye ez nem az 1000-es, meg az 1200 köbcentis, hanem kapaszkodjatok meg, hát kindolgozok, megtehetem, hát 1400 köbcentis, ugye, az előbb mondjuk mondtam is, hogy 1390 köbcenti, de ugye 1/4-esnek szokták mondani, és kapaszkodjatok meg, mert kőkemény 60 német csikó dübörög a motorgéptető alatt, viszont mielőtt belemerülnénk a motortér tartalmába, itt valamiért a díszléc az hiányzik, fogalmam sincs, hogy miért, meg ez az ár is, hát hogy is mondjam, hagy némi kérdést maga után. Igen, az autót fiataloktól vettem. Igen, törököktől vettem. Igen, éjszaka vettem. Azért odafigyeljél, figyeld! Nem kell kitámasztani. Herr Gázkar, Gázfédern teszi a dolgát. És a másik csodálatos dolog, itt is van a kis 1/4-es motorunk, kőkemény 60 csikóval, ami így igazából ránézésre elsőnek nem is tűnik úgy, hogy valami is volna a motorral. Igaz, hogy világít a check engine, de ez ugye bármit is jelentett, nem biztos, hogy hatalmas probléma van. Viszont amit én már tegnap észrevettem, nem tudom, hogy a kamerám mennyire fog látszódni, gondolom semennyire, hogy itt lent tiszta olaj a váltó, a féltengely, a bölcső, meg minden. Úgyhogy valahol ereszti a lelkem az olajat. Nem tudom, hogy hol, nem a féltengely szimmeringet kell kicserélni, és ott ugye ereszti, és miközben megy az autó, akkor szétdobálja a váltóolajat. Mert egyébként a váltás is olyan érdekes benne, hogy nagyon nehezen veszi a fokozatokat, úgy kell benne keverő kanalasat játszani, mint amikor nagyanyád régen csinálta ugye a lekvárt, a befőttnek valót, meg ilyeneket. Úgyhogy lehet, hogy kevés benne a váltóolaj, és emiatt ilyen rossz, nehezen veszi a fokozatokat, vagy egyszerűen már a szinkronkerekek szét vannak nyűve benne, mint az állat, mert ugye senki nem vigyázott rá 181 ezer kilométerre, és lehet, hogy emiatt is van, de ugye úgyis majd ezeket át fogjuk ellenőrizni. Őszintén szólva, ezt a motort egyáltalán nem ismerem, ez nem egy 1.9 TDI, ugye.
Most így megmutatom nektek, aki ért hozzá, az úgyis tud majd okosságokat írni nekem a komment szekcióban, hogy mikre kell odafigyelni, mit nézzek át, stb. De most figyeljetek, ez, ha jól tudom, egy olyan motor, aminek igazából nem nagyon szokott baja lenni, nem is tud mitől baja lenni, mert akkor erő nincsen benne, hogy gond legyen vele. A hűtővizet nem fogyasztja, a motorolajat nem fogyasztja. Itt ez az olajveszteség van, amit mondtam az előbb, de ezt majd még ki kell deríteni, hogy micsoda. Úgyhogy szokás szerint hiányzik a belső zajcsillapító. Hát ez egy tipikus, lerúgott, 600. ember által eladott kis lupó. Most, hogy jobban szemügyre vettem, azért látszik, hogy a ventilátornak a síkja azért az bőven beljebb van, és az egész nem egyenesen áll, hanem meg van dőlve, úgyhogy elég nagy ütést kaphatott előről. Ezt minél hamarabb meg kell nézni, meg hát természetesen egy alapszervíz sem árt neki. Megkíméltelek titeket a nyikorgó hangtól, mert borzasztóan zavaró. Így most jöhet az autónak a belseje, hogy a külsejét már átnéztük. Mondanom kell, vagy inkább ne, ami szerintem magától értetődő, hogy borzasztóan. Hát így kell, hogy mondjam, szutykos, retkes, mocskos, ganés a belseje. Még ez az oldalkárpit is, ez a kis pici kárpit, ami az ajtón van, remélem a kamera rendesen visszaadja, hogy tiszta egyadta fekete dzsuva retkes, borzasztó. Itt még ez a tipikus zsíros kéz által okozott ilyen zsírmaradványító, fúj, undormány. Az itt megtalálható. És hát azért az idő vasfoga meg az, hogy nem én vagyok az első tulajdonosa, az igencsak meglátszik. Itt az ajtónyitónál is. Hát igen, hát ez most mit tudunk vele csinálni. Viszont ezt nem tudom, hogy ez gyári lehet-e ez a rögzítés itt a foggantyún. Következhet az ajtó bemutatása után. Ja, de várjál, a másik oldal ez egy hangya fasznyiva jobb állapotban van, de ugyanilyen rossz, mint ez. Plusz elég hiányos a belső bútorzat, mert ha megnézitek, manuelice ablaktekerők vannak, és hát valaki a gombot magáévá tette, hogy milyen okból kifolyólag, fogalmam nincsen. Viszont, mivel a lehető legigénytelenebb olyan autót kerestem, amivel tényleg semmi gond nincsen, ezért vettem egy roncsot. Nem, csak vicceltem. Ezért nincs benne elektromos ablak, nincs benne központi zár, nincs benne klíma, semmi. Nem tud semmi tönkre menni benne. Benne van az 1.4-es motor, van egy bódé a fejed fölött, meg egy kormány, az csá. Semmi másra nincsen szükséged. Tovább folytatván a sort, nem csak az ajtó mocskos, szutykos, hanem minden is. Láttam már koszos szellőző rostét, de azért ez igen-igen ott van a szeren. A kamera az gyönyörű szépen kivilágosítja a képet, de azért remélem látható, hogy mindenhol vastagon áll benne a dzsuva. Itt látszik, hogy sajnos az előző tulajdonos nem figyelt oda az egészségére és dohányzott, mert mindenhol a hamu szét van szorva, dohány, valószínűleg ugye töltött cigarettát szívtak, vagy hát maguk sodorták, vagy csinálták, mert a dohány az megtalálható itt ebbe a kis pici cuki rekeszbe is. Itt is gyönyörű szépen látszik, hogy teli van dohánnyal, mindenhol a hamu. Itt még az óra alatt is hamu van, hát hogy az anyjába lett, ha csak nem befújta oda, nem tudom. Hamu van, dohány, akkor itt, ha az ülés mellett lenézünk, itt is mindenhol kőkeményen a dohány, a szemét, a dzsuva, és még várjatok, hát ez még jó, mert miután kezet adtam, hogy oké, akkor megveszem az autót, még kipakoltak belőle egy csomó szemetet, üveget, meg mindent. Ezt most még úgy nézitek, hogy ebből ki lett pakolva, ők pakoltak ki. Úgyhogy van egy ilyen gyönyörű szép RTX dizájnos gumiszőnyegünk, amit nagyon akkurátosan a testvéreim eldaraboltak, hogy pontosan passzoljon ide a lábtérbe. Sajnos nem RTX 3070 van ráírva, vagy 4090. Úgyhogy itt van a kis gumink, alatta van egy ilyen gyönyörű szép sima szőnyegünk, ott van a töltésnek a nyoma, a fiúkák, igen, olcsó autó, olcsó cigaretta, hát ez ilyen. És a szőnyeg alatt ugyanúgy továbbra a mocsok és a retek látszik, tehát nem vigyáztak rá, nem, ezt egyszerűen csak használták, nyomták belét neki, szervíz nulla, takarítás nulla, olajcsere nulla, de legalább a zenével nem kellett foglalkozni, mert azt is valaki magáévá tette, vagy lehet, hogy az eladás előtt ugye úgy döntöttek a fiúk, hogy eladják különben legalább egy doboz cigarettát ér, ami benne van.
Úgyhogy a zenei muzik cencer részét nem bírtam az autónak kipróbálni. Lényeg, hogy a csatlakozókat azt nem vágdosták le, úgyhogy ha teszünk bele egy fejegységet, akkor tudunk muzsikálni is. Viszont itt az anyós ülési oldalon valamilyen oknál fogva valaki kiharapott egy darabot a hangszóró rácsából, hogy milyen okból kifolyólag, azt nem tudom. Remélhetőleg azért szólnak a hangszórók. Ugye ajtónként van egy, meg ott van két kis cipcirip ott a sarokba. De, ahogy mondtam, kipróbálásra még nem került. Itt is a szellőző rostélyok, mocskos koszosak, szennyezett az egész. Nem vigyáztak rá, hajtották. Itt ebbe a kis rekeszbe megint csak szemét, mentolos cukorka darab, ilyen gumidarabkák, és az elmaradhatatlan dohány. Érdekes. Ha lejjebb jövünk, akkor látszik, hogy, ahogy mondtam is az előbb, hogy a luxusból nem nagyon dörzsölködünk, vagy nincs olyan túltengés a luxusból. Van egy hideg-meleg állítónk, amivel eldöntetett, hogy fázik-e a picsád, vagy melege van a picsádnak, én ilyen közepesen szeretem a picsát tartani. Beállíthatod, hogy mennyire fújja a hideg-meleget, ahogy te szeretnéd, és beállíthatod, hogy az ablak, láb a pofánkba, a lábunkra, vagy csak a pofánkba kérjük a levegőt, belső keringetés, meg van egy hátsó ablak, ugye ilyen leolvasztónk. Ennyi az egész, semmi extra. Érdekes, hogy mindenhol a dohány van, meg a szemét, meg látszik, hogy dohányoztak. Azt mégis a hamutartó meg patent tiszta. Hát az hogy lehet? Ha, érdekes. Na de a luxus növelve, azért arra odafigyeltem, hogy legyen benne egy szivartöltő, tudjunk GPS-t tölteni, telefont, kamerát, meg mindenféle baromságot, ugye, ami kellhet. Emellé az 1400 köbcentis, 1390 köbcentis motorunk mellé társul persze egy ötsebességes manualice váltó, ami hát szerintem azért kevés, de hogy ezt nem arra találták ki elméletileg, hogy te pályázzál vele, úgyhogy pont elégnek kéne az ötsebesség, de hát azért elférne benne egy hatodik. Itt hátrébb iramodva gyönyörű szépen szemügyre vehetjük ezt a vaskos, igazi férfias kéziféket, ami hajszitek, ha nem képzétek, hogy fog. Persze nem a legjobban, de azért fog, úgyhogy ez is már haladás azokhoz az autókhoz képest, amiket szoktam venni. Itt is a dohány mindenhol az ülés mellett be van folyva, a szemét, a flakon, a lábtér egyértelműen, mondjuk azt nem tudom milyen okból van, hogy itt a szövetszőnyeg van fölül, alatta a gumiszőnyeg, itt meg ugye gumiszőnyeg alatta a szövet. Rejtély tisztaság terén, hát szerintem mondanom se kell, hogy az ülések is, hogy is mondjam, elbírnak egy kis törődés, szeretgetés, simogatás, tisztítást, mert ez még a hagyján, pedig azért ez is retkesen, mint az állat, nem tudom mennyire adja vissza a kamera, na de, hogy az anyós ülés, hát ezt figyeljétek. Mint hogyha napfénytetős lenne, azt valaki nyitva hagyta volna. Tiszta, egyatta, fol, dzsuva, sárga, ott valami fehér szósz is benne van, bele sem merek gondolni, hogy mi lehet az. A háttámla, minden, tiszta, egyatta, retek, fúj, undormány. Nagyon-nagyon koszos az autó belseje. De egy előnyt azért mondjunk, hogy nézzük csak, megvan a tetőburkolat, és nem lóg be. Mocskos koszos, de legalább nem lóg be. Majd ez lehet megváltozik a takarítás után, mert ahogy már többször mondtam, vízbázisú ragasztóval vannak ezek fölkészítve, fölrakva, és amikor te neki azt tisztítani vegyszerre, akkor szépen elengedi, és elkezd belógni, ezért nem ajánlatos vegyszerre takarítani. Pedig, várjál, láttam olyan videót, Passatnál, hát mondom, a hajamat eldobom mindjárt, ami nincsen, hogy gőzzel tisztították. Azt nem hiszem el, hogy nem lógott be utána. Tehát nincs az az Isten. Viszont, hogy a luxust és a kényelmet növeljük, ezt figyeljétek. Működik az ülés. Hát ez mi királyvá. Kicsit tartottam tőle, hogy nem fog, de itt is gyönyörű szépen. A szemét, a dzsuva és a dohány az mindenhol megtalálható az autóba. Ide valami más még ki is volt folyva. Nem tudom, hogy mi bele sem merek gondolni, de egy kis retro penész, mint a golfba, mint amikor a golfot vettem, mondjuk az ennél sokkal penészesebb volt, azt ugye hozzá kell tenni. Aki régi csatorna követő, az emlékszik rá, hogy mennyire penészes volt az autó. Ez még ahhoz képest mondhatni kultúrált. És ugyanúgy, ha megnézitek, a vezető oldali hátsó üléssor is koszos, de nem annyira, mint az utas oldali. Hát, hogy mit lehetett csinálni, hogy ez ilyen foltos, sárga, retkes, gyuvás legyen,
fő nem tudom fogni. Viszont igen, az ülés nincsen rendesen a helyére téve, ezt nem is értem, hogy miért, ugye bekukkantunk ide, hogy hó, tisztasághegyek, egyértelműen. Jó, hát majd, hát azért, na, egyértelműen kezelésbe fogjuk venni a paripát. Az ez elég vicces volna, találnék egy 5 grammos pakkot, ezt még utána jönnének az eladók. Tehát mindenhol a dzsuva, a szemét, itt is a kis rekeszbe, még a hátsó kis, az a picike kis ajtóburkolat is, vagy ez a kis karosszéria burkolat is tiszta, szutyok. Tehát nem értem, hogy hogy lehet ennyire leélni egy autót. Most én elhiszem, hogy nem akar vele senki foglalkozni, meg csak menjen, azt hajtják, de hát azért, na, értitek. Ilyen szutyokba beleülni állandóan. És most jön a legyen ön is SCC Customs milliomos kérdése, hogy vajon mivel foglalkozhatott a két fiú, akinek az autója így néz ki, mindenhol a dohány van, hiányzik a zárszerkezet, össze van törve, le van élve, mint a Lenin TS, és az oldalablakok le vannak sötétítve. Vajon mit csinálhattak, aminek köze van a dohányhoz, és nem lehet látni, hogy mi történik belül? Ki tudja? Ki tudja, hogy mit csináltak itt a fiúkák? De sok ezük nem lehetett, mert hátsó szélvédő meg ugye nincsen. Lesötétítve, úgyhogy hagyjuk is. De egyébként, ahogy mondtam is, ez le lesz innen szedve. Viszont sokat utazunk, ugye. Oli is jön velem rengetegszer, meg párom is. És Oli, te nagyon sokszor zavarja az, hogy a napfény ugye besüt. Úgyhogy lehet, hogy ezzel le lesz szedve ez a lila, nem tudom milyen sötétítés. És le lesz szépen normálisan sötétítve számmal, mindennel együtt. Mert sokkal jobb vele úgy utazni. De ezt majd még meglátjuk, de az biztos, hogy ezt majd most innen le kell szedni, mert fú, nagyon nem jó néz ki. Tipikus ilyen leélt török autó amúgy. Aki kinnél, azt tudja, hogy mire szokták ezt mondani. Ott van a sárga, meg ez a fehér folyás. Nagyon-nagyon remélem, hogy az joghurt és nem valami más. Mert ha megnézitek, azért elég nagy hely van ebbe a kis gépezetbe, hogy előre vannak dőtve az ülések. Azt azért, hát hogy is mondjam, nem csak utazásra lehet használni, mert borzasztóan nagy hely van benne. Eszméletlen. Úgyhogy reméljük, hogy az ott, amit majd ki kell takarítani, az joghurt és nem valami más testi váladék. Nézzük meg a csomagteret is, ahogy megígértem. Ez itt semmi extrát nem tartalmaz. Na várjál, mert mik vannak itt? Mi ez a szutykos zacskó? Csak nem megvan a pak. Nem, még ilyen biztonsági csavarok, meg mit tudom én vannak benne. Mik ezek? Legalább benne van az adapter. Hó, itt van. Érdekes. Melyik autói lehetett? De van benne egy elakadásjelző háromszög is, hogyha netán lepusztulna a gép, de hát ugye ezek az 1.4-es motorok, hogy én tudom, ezek a megölhetetlenek. Na nézzük, mit találunk ez alatt. Nem áll, meg megvan a pótkerék, meg a izé, az első segély. Menj már picsába! Azt az ápót 7 centségit. Az igen! Ezért ez nem semmi, na. Megint csak nem kell extrákban bővelkedni, amit hátul található, de ez ugye nem is arra van. Egyébként, ha meg ledöltjük az üléseket, normálisan ugye nem így, hogy ott vannak a másik ülések elől, de a ledöltött ülése is, hogyha megnézitek, azért bőven van benne hely, lehet bele pakolni. Van ismerősöm egyébként, aki, elmondom nektek, hogy rakott már be 1.9 TDI-t, váltóstól minden este a kocsi hátuljába, meg rogyra pakolta a lupóját. Jó, mondjuk ez egy 1.4 dízel, nem egy ilyen 1.4 benzines, de egyébként, ha most megfigyelitek, bőven van benne hely. Bőven lehet benne szállítani, el lehet férni. Az előbb ugye mutattam, hogy akár másfajta testi mozgást és élvezetek oltárán is lehet áldozni benne, hogyha az embernek pont ilyenre van igénye. Teljesen elég. Hát most mi más kéne télire? Jó, most én tudom, generálja magát a kérdés, hogy szervizkönyv van-e. Hát most remélem, hogy aki ezen gondolkozik, hogy van-e szervizkönyv hozzá, az ő maga se gondolta ezt komolyan, hogy van-e hozzá szervizkönyv, vagy nincs. Mert semmi nincsen hozzá, elmondom nektek. Viszont a testvéreim benne hagytak egy nagyon király szerszámot, úgyhogy bővült az SCC Customs műhely szerszám repertoárja egy ilyen kis fasz a kis racsinival. És méghozzá Oli találta meg az utas oldali kis ilyen fakba benne. Egyébként itt van egy ilyen Fahrtenbuch, amiből szépen látszik, hogy céges autónak is használták egy ideig. Itt vannak az időpontok.
hány órakor, hova kiment, mennyi kilométert. De úgy látszik, hogy a cégnek erre sincsen szüksége, hogyha nem tudom, mi a picsának kellett, hogy kitöltsék. Kesztyűtartó van még itt, ebbe ugye az iratok vannak. Na de jó, begyűrte. De, mint innen se hiányozhat, dohány maradék, szemét, ez a sárga dzsuva, én el sem tudom képzelni, hogy mi lehet. Ugyanúgy a szellőzőrosté, mocskos, koszos. Ja, semmi extra nincsen, fiúk, lányok, az autóval. Mindjárt bekukkantunk ide is. Az igen! Azt a fatögyű salak motoros hétszentségit. Az igen, hát itt meg mi történt? Na, most már értem, hogy miért a szövetszőnyeg van fölül, nem a gumi. Jóisten! Valamit vettek a fiúk, 9,98€. Na, vajon mi lehetett? Csak nem sisakol. Egyébként a sisakol, elmondom nektek, mert nem biztos, hogy tudjátok, a sisába való kis ilyen, minek mondják, szén. Azért megnézem már itt is. Hát jó, lesz mit takarítani, azt a hétszentségit. Pú. Egyébként most néztem meg a papírt, csak a negyedik tulajdonosa vagyok, úgyhogy igazából új autónak mondható a kicsike. Úgyhogy külső, belső az. Ennyi motorteret megnéztük, csomagteret megnéztük. Igen, a fékek azok igényelnek egy kis karbantartást. Ezek tipikus olyan autók, figyeljetek, ezt meg kell érteni, hogy ezzel senki nem foglalkozott, nem érdekelte őket, hogy mi van vele, hogy van vele, hajtották. Úgyhogy a fékeket át kell nézni, futóművet azért be kell állítani, kap egy alapszervízt, majd mindjárt beindítom, megmutassam nektek a hangját, mert ahogy beindítom, mutatja is, hogy inspekción, meg kéne csinálni a szervízt. Már az indítást megelőzően is látszik, hogy jelzi itt, hogy szervizelni kéne, szép testvéreim, mert itt nagyon nagy gondok lesznek. Nem indítom még be, mert majd mutatok nektek egy normális indítást, hogy a mikrofont hátra tesszük. Beindítom, levesszük a fűtést, ne lemerüljön az akkumulátorja. Egyébként aksi új van benne, azt mondták a fiúk. A régit azért elvitték. Na, és mutatja is, hogy szerviz, inspekción, bitte, tehát olaj, olajszűrő, benzinszűrő, levegőszűrő, társít, azeket nem ártana kicserélni, meg ugye kompjúterbe kiütni. Egyébként az LPC, meg ugye a felkiáltójel az eltűnik, a felkiáltójel ugye a kézifék, meg itt van az akkumulátor, ami jelzi, hogy hát szivatva van, de nincs beindítva a Verda. A check engine, hát az nem alszik ki. Na de leveszem a mikroportot, valahova hova tegyem nektek, várjatok. Na normálisan lehet hallani. Mindjárt valahova így ide felállítom a mikroportot. Így ide leteszem, aztán indítunk egyet. Mindjárt közelebb hozlak már titeket, mert a hang jobban jön innen a motortér felől. Ide lerakom az első kerék mögé. Ezt hallgassátok, hogy milyen vérmes 60 csikó dübörök benne. Nem tudom, hogy ennél van-e szükség akármi másra. Kicsi kétajtós, mint én. Keveset fogyaszt, hangja akár egy V8-as, triturbos, 650 lovas felevadnak, a csajok imádják, figyelj, ez egy tökéletes autó szingli csávónak, hát ez mi kell ennél több? Nincs, ami elromoljon benne. Hát hát maga mennyei manna. Egyébként a futómű is kíván egy kis kezelés, mert úgy himbálózik, mint a nagyanyám picsája. De hát ez ilyen, most figyeljetek, van benne 181.000 kilométer. 2001-es. Hát majdnem annyi idős, mint sok fiatal az utcán. Az mennyivel jobb karban van már, mint azok. Kicsi törődés kell neki, egy kicsi simogatás, odafigyelés, törődés. Ebből olyan verda lesz, hogy ihaj. Szerintem megint jó vásárt csináltam, főleg ennyi pénzé. Szerintem teljesen kiveséztük ezt a kis lupót ebben a pár percben. Tehát kell neki egy kis futómű, kell neki egy kis olaj megszivárgás megszüntetés, egy alapszervíz, egy jó nagy külső-belső takarítás, egy kis kárpit tisztítás, egy-két belső bútorzatot pótolni kell, de amúgy
Figyeljetek, szerintem nagy király. Főleg ennyi. Mit akar az ember komolyan? Szerintem nagyon jó. Úgyhogy fiúk, lányok, s mindenki itt van. Nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy elköszönök. Megyek pihenni, meg mindig beteg vagyok, mint a bűn. Fú, nagyon rosszul vagyok. De meg akartam nektek mutatni az új szerzeményt. Úgyhogy ennyi, fiúk, lányok, ha van vélemény, azt nyugodtan írjátok lent a komment szekcióba. Ha van valami, amit hozzá tudnátok esetleg fűzni, hogy mire figyeljek oda ennél az 1.4-es motornál, mit kell róla tudni, stb. Nagyon szívesen fogadom az okítást, azt is, hogyha valaki szerint ez megint egy orbitális, büdös nagy baromság volt, azt is meg tudom érteni, de a golfra is egyébként ezt mondták rengetegen, aztán mielőtt bele nem lett kókányóva az a tuning, kiderült, hogy mennyire egészséges motor van benne, és mennyire jó vétel volt, úgyhogy sose tudni, hogy a sok retek, szütyok, kosz alatt milyen kis gyémánt rejtőzik. Úgyhogy ja, én itt elköszönök, nyugodtan kommenteljetek, nagyon szépen köszönöm az algoritmus pörgető kommenteket, mert amióta ezt mondtam, nektek rengetegen írjátok, úgyhogy tudjátok, hogy milyen. Kívánok nektek gyönyörű szép reggelt, estét, délelőttöt, délutánt, hét elejét, hétvégét, attól függ, hogy ki, mikor néz ezt a videót. Sziasztok!